Kéri, anélkül megfogná a kalapot, a gyújtalmat kap. El aztán könnyű. Ezt nem is tudom. Azt mondtam, hogy anélkül megfognál a kalapot, érted? Igen, anélkül, hogy megfognám a kalapot. Egészen egyszerű, ezt is tudom. És te most azt hiszed, kiíted a vizet, anélkül megfognál. És te most azt hiszed, kiíted a vizet? Igen, anélkül, hogy megfogtam volna, akarok. Ha-ha, ilyen aztán nincs. De igen, van? Nincs. De igen, van, nincs, csak nincs. Milyen tisztelt publikum! Ajánlom figyelmükbe, fantasztikus tehetséges művész! Hölgyeim és uraim! Egy fantasztikus dobozt mutatok gyermeknek! A vadászdoboz! Származása titokzatos! Díszítése titokzatos! Csak a tartalma lesz titokzatos! Ugyanis nincs benne semmi! Ettől azt nem álltam! A doboz valóban üres! És most, hölgyeim, uraim, ha a produkció nem lett volna elég hihető az önök számára, újabb próbát tehetnek. Feneketlen mélységű varázsdobozom, bármit el tud tűntetni az önök szeme láttára. Szükségem volna egy százasra, de ki a legyen? Én a százasomat, tessék! Én a százasra, Íme három kártya, három nagy kártya.
látta. A középső napig, mint annyi, jól látottnak, egy egészen különleges figura van. Ő ugyanis Bobó. Szeretném, ha amit itt szeretnék, egy egészen különleges szeretett papaknál talán a számban. Önök ugyanis önöket, érthet ugyanis hangosan üdvözölni kérekkel. A kártya, amit barátok látható, becsomagolom egy újságba. És most kezdjük! Csak kimondom a varázsgét! Talán betetszik fogni a száját! Kérem, csomagolja ki! Mutasd a bátyúrás! Én csak megismétlem. Abra tudom le, szólal meg Bobo. Sziasztok, megjöttem! Ezt én is meg tudom. No! Akarsz könnyen nyerni egy 20-at? Ne! Persze, hogy! Gyere csak ide! Itt ez a töltség, tedd be a vasárból! Itt ez a 20-as, tedd be a gumbakodjon! Egyszerűen, egy be a 20-as, tedd be a vasárból! Rádióból már bizonyára értesültek arról, hogy hazánkban megszakorítottak a szufó ösztelése. Sőt, egy is a földön kívül invaziójától tartanak. Mai adásunkban megszólaltatunk néhány szemtanút, olyan embereket, akik személyes élményeiket mondják el a szufókkal kapcsolatban. Azoknak, akik ezen a késői órán is velünk tartanak. Azoknak, akik nem kapcsolják ki a készüléket, és nem döglenek le ágyukba. Azoknak,
akik nem fordulnak be a fal felé, vagy nem húzzák magukra megszokott mozdulattal a házastársukat, hanem a képernyőre szegezik kíváncsi tekintetüket. Nekik az Isten, nekik szól az a mai mosolyt. Szeretettel köszöntöm szakértőket. Fontos Tibor. Jó estét! Necsi! Fontos doktor, mi az oka annak, hogy ilyen sűrűséggel jelennek meg UFO-k hazánk légterében? Kérem szépen, ez egy így összedett probléma. A lehet, most a laikusok kedvéért csak röviden válaszolok. Fogalmam sincs! Kicsit bővebben szabad kérnem. Nos, annyit biztosan tudunk, hogy nem csak Magyarországon bukkannak fel földön kívüliek. A román hírügynökség jelentése szerint például odaát rendszeresen zaklatják az UFO-k a kecskepásztókkal. Az albán légierő segítségével majdnem sikerült lelőnék egyest, de a kritikus pillanatban elszakadt a gumi. Messze hódon csúszni van próbálkozni. A lényeg az, hogy a környező országokban is megjelennek a repülő csészajok. Nem csak nálunk. Ez tényállás. De hogy miért, azt nem tudom. Apropó, repülő csészajok. Az egyszerű állampolgár miről ismerjük fel a szuszót? Kérem szépen, ez egyik, kérem szépen, az eklapos, kohong alakú tárgya. Megjelenésket minden esetben éles fénysége. Általában a levegőben jelennek meg. Ezt látszik alátámasztani az a tény, hogy vasúti váhóteremben, ágynemű tartóban, pecsenyes zsíros kenyéren, vagy vécétartárban még soha nem láttak UFO-t. Végezzünk el egy egyszerű demonstrációt tévénőző kedvéért. Kérem, olcs el a lámpát, és amikor azt mondom, most, újtsa fel. Értem, rendben van. Most! Köszönöm a nézők nevében. Igazán szemléletes volt. Kérem. Üdvözlöm első vendégünket. Kérem, mutatkozzunk. És tiszi madár. De kívül. Jó estét! Sajátok álmán vagyok! Sajátok! Kérem, mondja el, mi történt önnel múlt év október 2-án este 8:27 perckor? Hazafelé tartottam. Hatosszám úton, Trabant típusú személygép. És akkor megláttam. Mit látott pontosan? Egy kivélegetetlen lovas kocsit. De szerencsére ki tudtam kerülni. Jó. És ezután? Azután körülbelül 150 métert haladtam. Trabant típusú személygép kocsimban. De az is lehet, hogy 200-at. Ugyan határában, gyéres kanyar után egyszer csak ott volt az út közepén. Mi? Egy olyan hosszúkás valami félhet az út közepén. Majdnem olyan széles voltam, mint az út. Erre én megálltam, mert hogy úgysem tudtam volna tovább menni tőle. Lállítottam a motort, és hirtelen kezdtem félni. Igen, teljesen természetes a reakció. Még arra emlékszem, hogy két kis lény közelített felém az úttestem. Hogy néztem ki a lényre? Nem láttam jól, de arra pontosan emlékszem, hogy nagy fejük volt, olyan hosszúkás. Aztán elvesztettem az eszméletemet, és otthon ébredtem fel a konyhában. Egy nagy fazék paradicsomos káposztában ültem. Jaj! Mesztelenül, és a fejemben egy tükörtojás volt. Ne! Más húrcsát nem vett észre magát. Ja, és a balábólon a körmök zöldre volt a festő. Köszönöm, srácok, hogy eljött a stúdióban, és nem utazza sokért. Szívesen, máskor is, viszontlátásra. Mi
mivel magyarázza a hajót? Teljesen szokványos történet, svéd tudósok már írtak le hasonlít. De egy valamit azért én sem értek. Mit? Paradicsomos káboszta, valahogy nem illik a képbe. Ha leír, esetek többségében lecsúsz szerepel. Igen, ez különös. Mivel magyarázza a hajót? A műsoridő rövidsége miatt nem bonyolodik hosszadalmas magyarázatba. Röviden csak annyit, igen érdekes és összetett jelenséggel állunk szemben. Igen, folytassuk műsorunkat már egy másik izgalmas esetben. Helyszín a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Gába Mencserő. Egy gyermek igyekszik az adiskolából. Na, többit mondják, Lőpok. Szervusztok, mutatkozzatok. Jaj, hogy nézzük. Lapos Elemér vagyok, 6. osztály. Isten, vele vagyok, én meg 6. vagyok. Mi történt azon a bizonyos napon? Láttunk ufót, 2 tufókat láttunk. Az úgy volt, hogy mentünk haza az iskolából, és akkor én azt mondtam a Verának, hogy oda néz. És ő oda néz. De a templom a torna belé, mert ott voltak az ufók. Azt mondta az apukám. Mit láttatok pontosan? 2 fénylő tárgyat láttunk ottan a levegőben. A kis erdő felé repültek, aztán eltűntek. És akkor mi oda mentünk, és ott van a kis erdő mellett a kukoricás. És akkor köröket láttam. Ittféle köröket? Hát olyan gabona köröket a kukoricásból be. Igen, azt mondta az apukám is, mert ő beszélt egy olyan emberrel, aki egyszer látott egy embert, aki ismeri azt a nénit, aki sok köröket látott már, meg ufókat is. Igen, de az apukád is látta a köröket? Látta, mert amikor elmondtam neki, akkor oda mentek sok más emberekkel, de amikor már ott voltak, akkor jól összekaposták. Az apukád azt mondta, hogy a köröket az ufók csinálták. Tudja fontos. Csak annyit tudok mondani, hogy a szülőnek igaza volt. Hát jó van, gyerekem. Köszönöm, hogy eljöttem. Szerintem. Jaj, nagy szépen. Egy gyerek volt az Orbátor házaspárban, hogy ennek a világon egyedülálló módon sikerült kapcsolatot teremteni egy földön kívüli lényel. Hölgyeim és uraim, a torma házaspár! Köszönjük a meghívást! Kérem, mondják el röviden, mi is történt? Egyik este megtámadtak minket a főnökülek. Én csak később tudtam el, hogy Márkos Sziszta miatt történt az egész. Stimmel! Ez a kedvenc ételük, no persze, a paradicsomos káposzta és a lecsó mellett. Szóval aznap este azt vacsoráztunk, mikor befejeztük, a maradékot az asztalon hagytuk. Ez volt ám hívva. És lefeküdtünk aludni. Körülbelül éjjel 2 óra lehetett, mikor furcsa zajra ébredtem. Azonnal szóltam a férjemnek, és kísértünk a konyhába. Azt a képet, ami ott fogadott minket, soha nem felejtem el, mintha tegnap lett volna. Mikor történt az eset? Tegnap előtt. Mit láttak a konyhában? 2 ufót látni, a maradék Márkost tesztem, utolsó hozzá egy szedegették. Kézzel? Hát igen, lehet, hogy nem tárták meg a villát a kredenzben. Kérem, mint azt köztudod, az ufók sohasem használnak evőeszközt. És akkor én elkiáltottam magam, hogy a fene a pofátokat teszik. Eszitek a Márkos tésztámat? Erre az egyikük azonnal elmenekült. Hogyan tudott elmenekülni? Esetleg az ablakon keresztül? Az be volt csukva. Felestugoltam a sagatóba, és eltűnt a lefolyóba. De a másikat azt elkaptuk. Én magam vertem fejbe a fokon áll, amikor magához tért, büntetésből le kellett írni a 50-szer, hogy soha többé nem eszem meg mások-mások. Ez hihetetlen. És leírta? Természetesen, nem is ellenkezett. És milyen nyelven írta le? Az UFO az összes földi nyelven írnak és beszélnek. Ez tényállás. Igen, talán ezzel magyarázhatom, hogy nagyon írta le.
De is tudnak ezt bizonyítani? Arról lenne szó. Kufika! Jaj, gyerekek! Nem szem, és nem kufika vagyok. Jó. Mi megmondjuk, kérem? Soha többét nem eszem meg másoknákos tisztáját. Soha többét nem eszem meg másoknákos tisztáját. Soha többet. Kufika, nem szabad sokat beszélni. Kufika, jó kisfiú. Jó kisfiú. Válmulatos. De mondjam. A továbbiakban mi a szándékok a földön kívül? Ő nem földön kívüli, ő Ufika. Ufika vagyok. Ufika vagyok. Gusz! Kérem tiszteltem, mi 29 éve vagyunk házasok, és sajnos nem lehet gyermekünk. Úgy döntöttük, hogy Ufikát megtartjuk. Megtartjuk, Ufikát megtartjuk. Úgy döntik, hogy... Nagyon szerettük. És mit szólnod ehhez? Ufika, Emil, Ufika, gyerek, földön, Ufika, jó, kisfiú. Helytelen dolognak tartom egyetlen egyedet kihagadni megszokott élőhelyről. Hát kényszerítettük, mi hogy egyébként a vákos tésztát? A vákos tésztáját szabad csak enni. Mama, vákos tésztáját finom. Soha többé nem eszem meg mások vákos tésztáját. Jó van, kisfiam, így a helyes. És mit lesznek akkor, ha a földön kívüliek keresésére indulnak, és meg is találják önöknél Ufikát? Nem engedjük, hogy elszakítsák tőlünk. Furcsa szituáció. Ufika maradt földön, Ufika szeret itt lenni, nem egy vissza, sok hülye UFO volt. Hát egy kérdés. Óriás. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Igazán nincs mit, még köszönjük, viszontlátásra. Óriás. Ufika örül, mehet haza mamához, papához. Ufika, sok van a kérdés, már nagyon kezdte önni. Fölösleges bármit hozzáhozni magadat. Fontos. A szituáció, mint már említettem, meglehetősen furcsa. Én minden esetre dúkkolok a szimpatikus házastársnak. Műsorunk végén megköszönöm szakértők a nyolcadik típusú találkozások. Ebből megtudhatják például, miként adnak a gyöngyvillámok az aranyhalak emésztésére. Ezen kívül megismerkedhetnek azzal a norvég természetgyógyásszal, aki kacsintásra gyógyít krónikus böfögésben szenvedőket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jó éjszakát kívánok! Thank you.
kecske. De minden egyéb igaz máshol. László! Aki azokat a bizonyos négyeket hozta. Hátul a dobok, amik elég munkás. István! Thank you.
Yeah.